Nézőink talán emlékeznek Dexterre, a nyomkövető rendőrkutyára. A kiváló szimatú belga juhász éveken át segítette a nyomozókat a legkülönbözőbb ügyek felderítésében. Sikeresen kutatott fel például búzatáblában rejtőző szökött rabot és betörőt is lefülelt. Nos, Dexter immár boldog nyugdíjas éveit tölti, és átadta a stafétát a következő generációnak. Lefog. Marad. Doris, a 2,5 éves német juhász szuka tavaly sikeres nyomkövető vizsgát tett, és október 14-e óta a Vasi rendőrfőkapitányság állományában teljesít szolgálatot. Gazdája, Csizmazia Tamás kutyavezető, csak úgy, mint Dextert, őt is sajátjaként hozta. Kölyökkora óta neveli célirányosan a munkára, és folyamatosan képzi, tanítja pozitív módszerekkel, jutalmazással, dicsérettel. Láthatóan szoros köztük a kapcsolat. Rengeteg dolog van a környezetünkben, ami erős ingert képez, és a kutya kutyát úgymond kivonhatja, vagy elvonhatja figyelmét a munkáról. Na, egy erős idegrendszerű kutyát fel lehet készíteni arra, hogy ezeket félre tudja tenni, közömbösen tudja kezelni, és csak a munkáját végez. Úgyhogy jellemző Dorisra, illetve rendelkezik ezzel az idegrendszerrel, az mellett persze kellően gyorsan tanul. Doris rendkívül aktív, nagy munkabírású, tud és akar is dolgozni. Képes tartósan koncentrálni. Már több éles bevetésen részt vett. Minden képessége megvan ahhoz, hogy Dexter nyomdokaiba lépjen. Most már kisebb sikereket is elkönyvelhetünk az ő munkájához. Még nagyon sok tanulni valója van, nagyon sok tapasztalni valója van. Nem utolsó sorban nekem is, és talán a jövő is valami olyasmit tartogat, mint az előző szolgálati kutyának, olyan sikerekben talán lesz része. Doris a rendőrségi kennelben tölti a mindennapjait, de sokszor haza is kíséri a gazdáját. Ő már a negyedik nyomkövető kutya a sorban, amely Csizmazia Tamás keze alatt pallérozódik. Szeptemberben újabb kihívás vár rájuk, kábítószerkereső tanfolyamra mennek. Az a cél, hogy Doris sikeres vizsgát tegyen, és ezen az új szakterületen is helytálljon. A Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság állományában jelenleg 8 kutya teljesít szolgálatot.